Kinek adjuk az 1%-ot? Május 20-áig dönthetünk. Hinni a hihetetlenben. Hegyül György pécsi eszmetörténész írása a Vigiliában. 10 millió forintot osztottak szét a civilek között a nyertes pályázatokra. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják. Ez a pont ma, április 17-én csütörtökön. Tartsanak velünk! Az adózóknak joguk van eldönteni, hogy az 1+1%-os adófelajánlást milyen célokra fordítják, pontosabban, hogy milyen célokat szeretnének támogatni. A magánszemélyek rendelkező nyilatkozatukat május 20-áig juttathatják el az adóhatósághoz. A civil szervezeteknek minden felajánlás nagyon sokat jelent. A közművelődési szerződéssel rendelkező egyesületek működési támogatásán kívül a programokra és a programokhoz kapcsolódó költségekre mind-mind pályázniuk kell. Ezért fontos az adó 1%-a. Támogassák a civil szervezeteket. Azt gondolom, hogy nekünk is talán több, jobban kellene magunkat kommunikálni kifelé, marketingelni. De hát erre is pénz kell. Tehát azt kérem én mindenkitől, hogy aki teheti, és aki az 1%-ot felajánlja, az gondoljon arra, amikor ugye elmegy egy-egy programra, elmegy akár egy gyerekprogramra, akár egy tükepiac, vagy bárhova, és tudja, hogy ezt egy egyesület szervezi, akkor azt gondoljon arra, hogy milyen jó lenne, és mennyivel szebb lehetne, és mennyivel jobb lehetne, ha is az 1%-ával hozzájárulna ehhez. Nem vagyunk egyformák. Van, akinek a kóbor vagy szerencsétlen sorsú állatok, míg másoknak a beteg gyermekek sorsa a fontosabb. De természetesen vannak, akik a kerékpáros közlekedés terjesztését, vagy a lakókörnyezetük élhetőbbé tételét tartják a legfontosabbnak. Az adó első 1%-ára potenciális jogosultak száma szinte végtelen. Épp ezért érdemes átnézni a civil szervezetek listáját, hogy könnyebb legyen megtalálni a favoritot. Javasoljuk, hogy válasszanak egy helyi civil szervezetet, aki nekik szimpatikus, hogy legalább a város, a megye visszakapja ezt a pénzt, hiszen ez nekünk nem kerül semmibe, az állam mond le. Tehát nagyon fontos az 1%, és mindenkit arra kérünk, hogy próbálja meg támogatni ezzel is a munkánkat. A civilek ebből a pénzből a működési költségek egy részét, illetve a fejlesztéseket tudják finanszírozni. A második 1%-ot egy technikai számmal rendelkező egyházi kedvezményezett, vagy a költségvetési törvényben kiemelt előirányzatként meghatározott cél, például a Nemzeti Tehetségprogram javára lehet felajánlani. Vendégem a stúdióban Barlai Krisztina, kommunikációs főreferens a NAV Dél-Dunántúli Regionális Adófőigazgatóságánál. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! Elhangzott az, hogy a civil szervezeteknek nagyon fontos ez az 1%, de mik azok a nagyon fontos tudnivalók, amit mindenkinek tudni kell a május 20-ai határidőig? Hát május 20-áig még bő egy hónap van, tehát még mindenki végig tudja gondolni, hogy mely szervezeteknek szeretné felajánlani az adója 1%-át. Ugye vannak a civil szervezetek, akiknek fel lehet ajánlani a technikai számmal rendelkező egyházak, illetve egyházi szervezetek, illetve a Nemzeti Tehetségprogramra idén is lehet felajánlani összeget. Mik azok a legfontosabb hibák, amik általában elő szoktak fordulni, amiért mondjuk érvénytelen lesz egy szavazat vagy egy felajánlás? A legfontosabb hibák mindig a bevalláshoz kapcsolódnak, tehát eleve, hogyha nem nyújtunk be bevallást, akkor 1%-ot sem tudunk felajánlani, ez is előfordul sajnos. Hogyha a bevallást nem írjuk alá, és nem pótoljuk ezt az aláírást, akkor szintén az 1%-os felajánlás érvénytelen lesz. Előfordul az, hogy magán a felajánló szelvényen vét hibát az adózó. Ez lehet az, hogy a szervezetnek eléri az adószámát, vagy két azonos adószámot tüntet fel, vagy rossz technikai számot, vagy előfordul az is, sajnos elég gyakran, hogy határidőre nem érkezik meg a befizetett adó összege, és hiába tartalmaz a bevallás 1%-os felajánlást, hogyha nem fizeti be az adót időre, akkor az érvénytelen lesz. Hogyha május 20-áig valaki nem rendelkezik erről az 1+1%-ról, akkor mi a helyzet? Hát sajnos akkor már nincs semmilyen teendője, mert ez a május 20-ai határidő, ez jogvesztő határidő, tehát arra hivatkozni, hogy valaki nem tudott vagy nem tudott élni a lehetőséggel, arra már nem lehet. Maguknak a civil szervezeteknek mi a feladatuk ebben az időszakban, illetve az utána lévő időszakban?
Hát alapfeladatuk szerintem az, hogy ilyenkor egy kicsit reklámozzák magukat, a köztudatba bevigyék az ő tevékenységüket, illetve a honlapjukon ugye megjelentetik az adószámukat, de az adóhivatal honlapján is megtalálhatók ezek az adószámok az előző évben felajánlást kapott szervezeteknek a listáján, illetve a technikai számok is elérhetők az adóhivatalnak a honlapján, illetve figyelni kell arra majd a szervezeteknek a nyár folyamán, hogy minden kötelezettségük rendben legyen, hogy amikor majd nyár végén megkapják a tájékoztatót arról, hogy milyen összegű felajánlás érkezett a számukra, akkor minden rendben legyen, és ezt a bizonyos 37-es adatlapot minél hamarabb be tudják nyújtani. Mi a tapasztalat, hogy a magánszemélyek, illetve a vállalkozások mennyire hajlandóak ezekre az 1%-okra, az 1+1%-okra? Hát a tavalyi évben több mint 400 millió forintot utaltunk el itt a régióban civil szervezetek számára. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 130 ezer adózó élt ezzel a lehetőséggel. Ez körülbelül a fele azoknak az adózóknak, akik élhettek volna ezzel a lehetőséggel. És a szervezeteknek a száma meghaladta a 3000-et, akiket érintett ez a felajánlás. Még mindig az egészségügy és a gyermekekkel kapcsolatos szervezetek kapják a legnagyobb felajánlásokat, illetve a természetvédelem és az állatvédelem is mindig első helyen van. Szoktunk azért, vagy lehet sajnos olyanokról is hallani, botrányokról bizonyos civil szervezeteknél, amik később derülnek ki. Ez mondjuk pozitív irányba befolyásolhatja a kisebb szervezetek felé a felajánlást, vagy azokkal a felajánlásokkal például mi történik, vagy mi történhet? Azok a szervezetek, akiket az adóhivatal törölt erről a bizonyos listáról, tehát valamilyen oknál fogva nem lesznek jogosultak az 1%-ra, ezek az összegek nem vésznek el ugyan, tehát a költségvetésbe ugyanúgy bejutnak ezek az összegek, de nem is érnek célt a szervezeteknél. Erre én azt javaslom, hogy oda kellene arra figyelni mindenkinek, hogy ha eldönti, hogy mely szervezetnek kívánja felajánlani az 1%-ot, akkor igenis nézzen utána, hogy milyen szervezetről van szó, élő szervezetről, működő szervezetről, és a tevékenységét valóban folytatja-e. Van esetleg még bármi olyan tudnivaló, ami fontos most a május 20-ai határidőig? Azt fontos tudni, hogy ezt az 1%-os felajánlást május 20-áig bárki megteheti, tehát akinek február 25-i bevallási határideje volt, és ezen időpontig megfizette az adó kötelezettségét, viszont 1%-os felajánlással nem élt, ezt május 20-áig még megteheti, papír alapon is, elektronikusan is. Tehát akkor mindenkit arra bíztatunk, hogy tegyék meg a felajánlásokat, mert ugye ez csak plusz bevétel szervezeteknek. Igen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem kell helyi adót fizetniük a pécsi ipari parkba települő cégeknek 5 évig. Ezzel ösztönzi a vállalatok Pécsre költözését az önkormányzat. Csütörtökön döntött a közgyűlés erről. A cél, hogy minél több munkahelyet teremtsenek a városban. A szocialisták szerint ez nem tisztességes a régi vállalkozásokkal szemben. A déli ipari park alapkövét teszik le ezen a felvételen tavaly júniusban. Ezután kezdődött a terület közművesítése. Arra az időpontra, amire ez be fog fejeződni, ez az ipari park lesz Magyarország legnagyobb felszerelt, kvázi konyhakész, mondhatom, egy ipari parkja. Mondta akkor a polgármester. Idén nyáron nyílik meg az ipari park a cégek előtt. Adó eltörléssel növelné a betelepülési kedvet a pécsi közgyűlés. Építményadóban, illetve a telekadóban kapnak mentességet. Azért, hogy csupán 5 esztendőre, annak érdekében, hogy a több milliárd forintos fejlesztésüket, a több milliárd forintos beruházásukat Pécs városába hozzák. Annak érdekében, hogy munkahelyet teremtsenek Pécset, és iparüzési adót fizessenek. A képviselők szerdán döntöttek erről. A szocialisták kifogásolták, hogy az eddig Pécset munkát adó cégek vállalkozásokra nem vonatkozik a kedvezmény, csak az újonnan betelepülőkre. Mi azt gondoljuk, hogy ez megkülönböztetés, a mi javaslatunk arra vonatkozott, hogy minden pécsi vállalkozásnak csökkenjen az adóterhe. Vannak olyan vállalkozások, ahol ez több mint a fele csökkentés lenne a mi javaslatunk szerint, és a termelő vállalkozásoknak is több száz forinttal négyzetméterenként csökkenjen az adóterhe. A
szocialisták kifogásolták, hogy az eddig Pécset munkát adó cégekre, vállalkozásokra nem vonatkozik a kedvezmény, csak az újonnan betelepülőkre. Végül a közgyűlés elfogadta a rendeletmódosítást, így adómentességet kaphatnak az ipari parkba betelepülő cégek. A városvezetés szerint a nyártól érkező vállalatok legalább 6000 új munkahelyet teremtenek majd Pécsett. Csütörtök délelőtt 10 órakor olajszentelési misével kezdődött a nagyheti szigorú ünnepi rend a pécsi bazilikában. 18 órakor az utolsó vacsora emlékére tartják a szentmiséket benne a lábmosás szertartásával. 20 órától 21 óráig virrasztás lesz az altemplomban, ezt követően gyalogos zarándoklat indul a Havihegyi templomhoz. Nagypénteken 15 órakor Udvardi György püspökatya vezetésével keresztút lesz a Kálvárián, 18 órakor Urunk szenvedésének megünneplése. A pécsi Szent Erzsébet plébánia nagyszombati zarándoklatra vár mindenkit. Egész napra vagy egy órára is bekapcsolódhat bárki, aki önmagáért vagy másokért szívesen gyalogolna Mária Gyűdről Postavölgyön át Pécsre. A szervezők célja felajánlani a zarándoklatot Kertváros fiataljaiért, és hogy együtt érkezzenek a hívek a 19 órakor kezdődő nagyszombatesti feltámadási szertartásra, a kertvárosi Szent Erzsébet plébániára. A pécsi bazilikában 20 órakor tűzszenteléssel kezdődik a feltámadási vigília. Hinni a hihetetlenben címmel Heidl György pécsi eszmetörténész írására épül a Vigília című folyóirat húsvéti elmélkedése. A húsvéttól pünkösdig tartó időszak, vagyis a szenvedéstől a kereszthalálon, a feltámadáson és a tanítványokkal való találkozáson át a mennybe menetelig tartó időszak egy egységet alkot. Mit jelent ez a mai ember számára? Hogyan tud benne aktívan jelen lenni? Erre keresi a választ az írás. Ha nem hiszünk, nem értünk, ahogyan pünkösdig az első tanítványok is bizonytalankodtak. Nem azért, mert esztelenség, ami történt, hanem mert a dolgok mélyébe az van belevésve, hogy a megértés találkozásból fakad. A legfontosabbnak talán azt tartom, hogy annak abba érdemes belegondolni, hogy ha Jézus Krisztus valóban feltámad, akkor még mindig él. És ez a mindig élő Jézus, hogy ő vele hol lehet találkozni, hol van, vagy egyáltalán hogy kell ezt az egészet felfogni. Én nem tudom, hogy erre magam számára már teljes válaszokat adtam ezt, mert szerintem nem. Ez a keresztény élet, amelyik gyakorlatilag erre a kérdésre úgy keresi a választ, hogy akkor találja meg ezt a Jézust. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi kamarákkal együttműködve idén is megrendezte a szakma kiváló tanulója versenyt, valamint az országos szakmai tanulmányi versenyt 38 szakmában áprilisban. A fesztiválon az ország legjobb tanulói egy-egy munkadarab elkészítésével mutatták be tudásukat és szakmájukat. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közel 500 pályaválasztás előtt álló tanuló és kísérői számára biztosított utazási lehetőséget a budapesti döntő megtekintésére. Ebben a tanévben a döntőbe 106 iskolából 194 tanuló jutott, közöttük 10 baranyai tanuló versenyzett 8 szakmában. Megyénk diákjai közül ketten is első helyezést értek el. Csónakázás a Balokánytóban, vegetáriánus fesztivál, őrzött kerékpártároló a Malomvölgyi tónál, csak néhány program, amit civilek találtak ki, és most önkormányzati támogatással megvalósíthatnak. Összesen 10 millió forintot osztottak szét az egyesületek szervezetek között. Ősszel az újabb forduló jön. Elbírálták az önkormányzathoz benyújtott civil pályázatokat. Április elejéig várták az egyesületek, szervezetek programterveit, elképzeléseit. 48 szervezet küldött be pályázatot az első körben, és 31 civil program és kezdeményezés valósulhat meg. Közel 10 millió forint támogatásból. Lesz például vegetáriánus fesztivál, ahol bemutatják azt is, hogy milyen fenntarthatatlan és nem környezetbarát módon folyik a hústermelés. Kerékpáros kirándulásra is biztatja a pécsieket egy másik egyesület, akik őrzött biciklitárolókat alakítanak ki a Malomvölgyi tónál. Nyugodtan mindenki bringára pattanhat, és így menjenek a Malomvölgybe, ne csak a gépkocsit használják, illetve ami elhangzott ugye itt az eredmény hirdetés kapcsán,
hogy a Balokánligetért egyesület pályázott csónakra. Így májustól akár csónakázhatnak majd a Balokánligetbe kilátogatók. A programokra különböző összeget kaphattak a pályázók. 3 és 500 ezer forint közötti pályázati támogatások vannak, attól függ, nagyon változatosak a programok, nyilván ahhoz van igazítva, 10%-os önrész mindegyikben felelhető, van ahol több is, és ami még fontos, hogy kb. 10 millió forint került most így kiosztásra. Szeptemberig kell megvalósítani a most támogatáshoz jutott programokat, ősztől pedig újabb 10 millió forint jut a civil kezdeményezésekre. Aki most nem nyert, vagy új ötlete van, augusztusig nyújthatja be civil pályázatát az önkormányzatra. Több mázsányi medvehagymát vihettek el teherautóval a Mecsekről, a Biokom Kft. Kezelése alatt álló parkerdő természetvédelmi részéről. Mérgező virágokat is egybe kaszálhattak a lerabolt áruval. Természetkárosítás miatt feljelentést tett a cég a rendőrségen, mert vasárnap és szerda között valamikor több mázsa medvehagymát kaszálhattak le a Mecsekben, természetvédelmi területen. Az ügyből akár súlyos tragédia is lehet. A teljes egybefüggő területeken, amiket lekaszáltak, mérgező növények, egyebek mellett a medvehagymához megjelenésében hasonló gyöngyvirág is volt, valamint más mérgező növények is. Jól szerepeltek idén a pécsi vívók, őket és mesterüket, Danka Sándort is díjazták a pécsi vívósport ünnepén. Berta Dani hétvégén világbajnok lett a junior csapattal. A harmadik magyar aranyérmet, a fantasztikus győzelmet arató férfi párbajtőr csapat szerezte meg a Plovdivi kadét és junior vívó világbajnokság junior férfi párbajtőr csapatverseny számában. A világbajnokság egyéni számában bronzérmet szerző pécsi Berta Dániellel a soraiban ez a csapat aranyérmet szerzette a februári jeruzsálemi junior Európa bajnokságon is, mely verseny egyéni verseny számában Bányai és Hamar is bronzérmet hoztak el. Most lássuk főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Kinek adjuk az 1%-ot? Május 20-áig dönthetünk. Hinni a hihetetlenben. Hegyül György pécsi eszmetörténész írása a Vigiliában. 10 millió forintot osztottak szét a civilek között a nyertes pályázatokra. Ez volt a Pont Ma, a Pécs TV híradója. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!